Szervusztok, gyerekek! Remélem, hogy otthon vagytok. Most egy nagyon szép mesét szeretnék elmesélni nektek. Fogadjátok sok szeretettel! Fundi és a kézmosás. Amint felkelt a nap, Fundi izgatottan pattant ki az ágyból. Végre eljött a reggel, amikor újra mehet az óvodába, a barátaihoz. Nagyon szerette, mert ott többen tudtak együtt játszani. Sokkal izgalmasabb volt úgy, mint egyedül. Minden reggel, amikor megérkeztek, Micó néni kézmosásra intette őket a reggeli előtt. Fundi nem szeretett kezet mosni, mohón futott volna a barátaihoz az asztalhoz. Előfordult, hogy amikor Micó néni ellenőrizte a tenyerek tisztaságát, észrevette, hogy Fundinak koszos maradt a mancsa, és emiatt visszaküldte a csaphoz. Reggeli után kimehettek az udvarra játszani, ahol homokvárat építettek. Mindenkinek megvolt a szerepe, ki mit csinál a várépítésnél. Szaftika ügyeskedett a torony megformázásán, Fundi a gödröt ásta a vár oldalában. A mackó ikerpár vödrökkel hozta a sok homokot. Temítette be a bábokat a megépült várba. Gréti a mankójával segített Fundinak gödröt ásni. Eljött az ebédidő. A gyerekek gyülekeztek a mosdónál, hogy mindenkinek tiszta legyen a keze az evéshez. Fundi elsunnyogta a kézmosást, és inkább a szájába vette a mancsát, nehogy meglássák, hogy nem mosta meg. Ebéd után, a délutáni alvásnál már nagyon rosszul érezte magát. Micó néni megmérte a lázát, és sajnos magas értéket mutatott a hőmérő. A mamája besietett Fundiért az óvodába, és azonnal elvitte az orvoshoz. Az orvosi rendelőben sokan vártak a doktor bácsihoz. Volt egy kis hörcsög, akit az anyukája Hörcsinek becézett, és sokszor rá kellett szólnia, hogy tegye a kezét a szája elé, ha köhög, mert másokat is megfertőz a betegségével. Volt egy mosómaci, aki nem tudott egy helyben ülni, folyamatosan rohangált, és mindent a szájába vett. Fundi nagyon jól viselkedett, hiszen tudta, ha nem rosszalkodik a váróban és a vizsgálatnál, akkor a doktor bácsi ad neki egy ajándékmatricát. Paula néni szólította őket, hogy fáradjanak be a vizsgálatra. Fundi nagyon rosszul volt, ezért kapott egy szurit a karjába. A doktor bácsi megkérdezte, hogy nem vette véletlenül homokot, és szokott-e kezet mosni. Fundi beismerte, hogy nem nagyon szokott kezet mosni. A doktor bácsi ezúttal nem matricát adott neki, hanem egy gyümölcsös illatú szappant. Így próbálta megkedveltetni Fundival a kézmosást. Hazafelé menet Fundi már alig várta, hogy kipróbálhassa a finom illatú szappant. Felírtak neki gyógyszert is, amit minden este be kellett vennie elalvás előtt, és pár napig nem mehetett óvodába. Otthon kellett pihennie. Fundi nem szerette a keserű ízű pirulákat, ezért sokszor inkább bedobta őket az ágy alá, amikor a mamája nem látta. Napról napra rosszabbul lett. A mamája pedig nem értette, hogy miért nem gyógyul. Egyik nap anyukája lejtette a kezéből a zsebkendőt, és ahogy lehajolt, észrevette az ágy alá dobált gyógyszereket. Nagyon mérges lett, és kérdőre vonta Fundit, hogy miért nem vette be a tablettákat. Fundi elmondta, hogy nagyon keserű volt a gyógyszer, amikor vízzel próbálta bevenni, emiatt nem akarta többször. A mamája kitalálta,
hogy ezentúl mézes teával fogja adagolni a gyógyszert, és így már Fundinak is sokkal könnyebben csúszott le a tabletta. Egyre jobban kezdte érezni magát. Eljött a nap, amikor végre újra óvodába mehetett. Társai már nagyon hiányolták, körülállták és aggódva kérdezték, hogy mi volt a baja. Fundi elmesélte, hogy nem szeretett kezet mosni, és koszos kézzel evett, de most már tudja, hogy ezt nem szabad, mert nagyon beteg lett tőle. Rájött arra, hogy milyen kár, hogy emiatt sok játékból ki kellett maradnia, és egyedül betegeskedhetett otthon. Megígérte a barátainak, hogy többé nem fogja kihagyni a kézmosást. Gyerekek, köszönöm a figyelmeteket, és ne feledjétek, maradjatok!